Böjte Csaba már egészen fiatal korában felfigyelt a szegénységben élő gyermekekre, már akkor eldöntötte, arra teszi fel az életét, hogy ezeknek a fiataloknak a sorsát a saját eszközeivel megszépítse. Sok év alázatos munkájával mostanra elérte, hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítvány évente 63 helyen 2300 gyerek vakációját biztosítja. Mint egy orvos, aki a eltörött csontot egyszerűen csak összeilleszti, de nem ő forrassza meg, ez magától meggyógyul. Vagy ugyanezt látom, hogy a gyermeknek megadódik az a környezet, amire szüksége van, az a figyelem, szeretet, akkor az magától kivirágzik, kibontakozik, a benne lévő értékek felszínre jönnek. És hát valahogy ez, ami bátorított, biztatott benne engemet arra, hogy hát ebbe az irányba tovább menjek, tovább lépjek. Böjte Csabát több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentősen fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket. Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híre ment Déván. Már a tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is.